Azt mondja, minden azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a fejedre. Ez pedig majd a harag napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet meg. Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. Akik viszont önzők és nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt, az igazságtalanságot szolgálják, azok Isten haragjával fognak találkozni. Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonoszságot művel. Először zsidónak, aztán a többi népeknek is. Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget, tisztességet, békességet nyernek. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután a többi népeknek is, mert Isten nem személyválogató. Akik nem ismerték Isten törvényét, és úgy követtek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint törvényen kívüliek. Akik viszont a törvény alatt éltek, és úgy vétkeztek, azokat maga a törvény ítéli el. Pusztán attól, hogy valaki ismeri a törvényt, még nem válik Isten számára elfogadhatóvá. Isten csak azt az ember tekinti elfogadhatónak, aki meg is cselekszi, amit a törvény követel. A nem zsidó népek, akik nem ismerik a törvényt, ösztönösen mégis azt teszik, amit a törvény megkövetel. Itt bár törvényük nincs, ők maguk lesznek törvényé saját maguk számára. Az életük mutatja, hogy a törvény követelései szívükbe vannak írva, ezért tudják, hogy mi a helyes és mi a rossz, és erről tanúskodik a lelkiismeretük is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatok van. Máskor úgy gondolják, hogy helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek. Azonban ezek a dolgok, ez a belső tusakodás nyilvánvalóvá lesz azon a napon, amikor Isten meg fogja ítélni az emberek rejtett gondolatait Jézus Krisztus által. Ez is része az örömhírnek, amelyet én hirdetek. Tehát a belső tusakodás is nyilvánvaló lesz ezen a napon. Oké. Én ennyit szerettem volna elmondani, van-e kérdés? Kérdez. Lehet az örökítéletés? Persze, bár. Második tesztalonikai levélben, a második rész néha 6-7 versbe, vagy ugye, és most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Isten részt, ugye? Igen. Ez mit jelent, hogy most tudjátok, mi tartja vissza? Tudjuk, vagy? Hát tudjuk, hát a hazugságot mi tartóztatja fel? Ja. Hát az igazság. Tehát mindaddig, amíg lesznek a Földön az igazságnak hirdetői, addig a hazugság kibontakozni nem fog tudni. De mikor megtörténik a hittől való elszakadás, meggyengül az igazság hirdetése. És az igazság hirdetésének a meggyengülése nyit teret kinek? A bűnemberének, ugye? A törvénytelenség gyermekének. Az igazság hirdetésében nyilván beletartozik az egyház, beletartoznak a hívő emberek, beletartozik az Isten igéje, beletartozik az igazság szelleme, tehát ezek mind együtt hirdetik az igazságot. Tehát ez az, amiről mondtuk, hogy a bűnös embereknek, amíg az igazság erős és az igazságot hirdetik, hát szabályos akadálypályán kell elmászniuk a kárhozatig, mire oda eljutnak, mert hirdetetik az igazság. Ha az igazság nem nagyon hirdetetik, akkor ez a pálya sokkal kevésbé rögös és göröngyös a számukra. Ugye van egy gyülekezet Amerikában, akkor a szolgáló testvéreknek van egy olyan trikója, azon ráírva, hogy én azért vagyok itt, hogy neked nehezebb legyen eljutnod a kárhozatig. Én nem fog ilyen trikókat csinálni, de hát ez a filozófiájuk, hogy én azért vagyok itt, és segítek neked a parkolásban, meg mindent megteszek, hogy te a lehető legkényelmesebben be tudj menni, és meghallgassd az örök életnek a beszédét, mert ezzel is előmozdítom azt, hogy te lehetőség szerint nehezen kárhozzál, ha mégis el akarsz. Jó, tehát most ezt csak azért hoztam illusztrációképpen, hogy szembe csak magáltás. Ez egy csak egy gondolat, hogy ehhez kapcsolódik, hogy az idős emberek, akik hát már az akadály, rengeteg akadálypályán elfutottak, még emlékszem rá korábbi prédikációkra, évtizedekkel ezelőtt hallottuk, hogy szinte elrohadt a lelkük. Tehát olyan keserű, mindenből kiábrándult emberekké váltak, akik 80 ezerszer döntöttek és meghozták el az döntéseket, hogy
többenetes, tehát így, és nem akarnak. Hát igen, sajnos az a helyzet, hogy az életpálya végén az emberekből az jön elő, amit gyűjtögettek. Frusztráltság, keserűség, rossz lóra tettek, elherdálták az életüket, stb. És akkor rádöbbentek, ugye a biológiai erő hagyatlik, és egyre jobban előtérbe kerül az a dolog, hogy most már a bűnnel, meg a zajos, a fiatalság zajos életmódjával nem tudják elnyomni a lelkiismeretük hangját, és bizony, amit vetettek, azt aratniuk kell. És Magyarországon az tömegjelenség. Hát Magyarországon azért tömegjelenség, mindegy, hát szóval az nehéz, most nem akarnék ebbe belemenni, de Magyarországon ezt úgy lehet megfordítani, hogyha magyarok elkezdenek állandók lenni. Az ugolódni nagyon tudunk, tehát az a része nagyon megy. Ilyen a magyar lélek egyébként, a török lélek is ilyen, tehát ez nem magyar specialitás, a sírva vigadás, ez abszolút megy a törököknek is, meg más türk népeknek is, tehát van egy ilyen mentalitás. Ugye a magyar még vigadni is sírva szokott, ennek van jó oldala is, rossz is, a jó oldala az, hogy nem tudunk ünnepelni, mert biztos, hogy valami bele kell keverni valami keserű epét a legnagyobb ünnepbe, és ott mindig jönnek és mondják, hogy de hát azért hajajaj, majd várjátok ki a végét. Másfelől, amikor a legnagyobb gáz van, meg a legnagyobb baj van, akkor is a magyarok hívják az irányt, és akkor húz rá. És csak azért is a dráma közepette is azért is énekelnek, meg nem tudom micsoda, ez a jobbik oldal ennek a mentalitásnak. De azt gondolom, hogy ebből kitörni úgy lehet, hogyha a magyarok minél hamarabb és minél többet megtanulnak hálát adni. És úgy kezdik a dolgokat, hogy mielőtt kinyitják a szájukat, egy kör hálaadás, és csak utána fognak hozzá bármilyen máshoz. Járjatok ti az élen. Egyébként ez jó, mert most is ugye itt sok vita volt a pásztorok között is, meg mindent az egyháztörvény kapcsán, és ugye az ember lényegre törő szeretne lenni, meg minden, nem akar tiszteletköröket futni, és ha elhagyod, ezt nem jó. De sokszor bármit a főnököddel is a tárgya az, hogy bármilyen élethelyzetben, hogyha hálaadással tudod a kérésedet feltenni, az mindig segít. Tehát odamész és azt mondod, főnök, nagyon jó, hogy ez van, ez is jó, meg az is jó, azért is nagyon hálás vagyok neked. De van itt egy probléma, amit jó lenne megoldani, mert szerintem mindenkinek jó lenne. Szóval az ember így közelít valamihez, ő maga sem lesz, tehát ő maga is, mire a kérését előadja, biztos, hogy maga a hálaadás megnyitja a másik embernek a szívét is, mert nem érzi azt, hogy micsoda egy hálátlan izé, hát mennyi mindent adtam neki, és akkor most tessék, keresi a kákán is a csomót, hát hagyjanak engem békén. Hát én azt gondolom, hogy ez az a mentalitás, amit ha a kereszténység, tehát ha az evangélium át tudja itatni a magyar embereket, akkor ez a fajta keserű gyalóka, ez meg fog szűnni. Szokták mondani, hogy a jó emberek hamar elmennek, és a rosszak meg ugye itt vannak közöttünk, és valóban igaz, hogy Isten hosszú tűrő. Tehát várná, hogy az a 70-80 igen. évével is még hátha megtér, hátha. Hát pontosan erről van szó. Ezt a fajta mentalitást, amit mondtam, itt a végén mondtad azt. Isten faszon tűr és reménykedik abban, hogy még mindig adok, még egy napot adtam neki, még ezt megteszem, még megöntözöm, még megkapálom át, ha még. És én úgy gondolom, hogy amíg Isten lát valakinek a szívében reménységet, arra, hogy a dolgok jóra fordulhatnak, addig ad neki esélyt. A végén mondtad, hogy ugye a Magnus szavakban most mindegy, hogy nevezzük. Tehát, hogy majd elő fog jönni. És én magamon nagyon tapasztalom ezt, amikor egy küzdelemben vagyok, vagy egy ilyen, hogy most mit kell tennem, jót, rosszat. Micsoda, a dialógusok zajlanak az emberben. Igen, 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 akkor, amikor én a lelkembe belül csak azt kifejezem, hogy Uram segíts, vagy távozz sátán, egyszerűen megoldódik az a kérdés, és észre se vesszük, de már meg vagyunk szabadulva. Mert szerintem ott lejátszódott az a meccs, amiről te itt beszélsz, hogy én odafordultam az Istenhez. Értitek? Tehát hogy az én számomra már egy győzelmet adott, pedig csak a lelkemben van. Így van. Tehát senki kívül való nem tudja, hogy én most mivel küzdködök, egy nézéssel, hogy kimondjak egy szót, vagy most méltatlankodjak, vagy valami, mit tudom én, szígyam. Igen, de ha sikerül a kősziklára visszaállni, és az őrben békességet találni, akkor a problémák is meg fognak oldódni. Mert rájössz arra, hogy
hogy Isten nagyobb, mint a probléma, és akkor az ember újból bizalmat merít, újból reménysége van. És ilyen módon minden pillanatban vizsgálsz. Tehát ez az, hogy tusakodjatok a hitér, ami egyszerre szentek meg. Tehát ez a hitér folytatott küzdelem. És Pál ezt tartotta a legnagyobbra, mert nem azt mondta, hogy most már ugye bevégeztem a futásomat, és aztán Istenben biztos megemlékszik, hányan megtértek a bizonyságtételemre, hány gyülekezetet alapítottam, mennyi sok csoda történt, meg gyógyulás, meg minden, hanem azt mondja, nem a hitet megtartottam. Ez a legnagyobb érték, amit el tudok mondani, hogy sikerült a hithez ragaszkodnom mindvégig. Mit ért ezen egyébként, hogy a hitet megtartottam? Tehát ő akkor ebben a szövegkörnyezetben mit érte? Hát azt érti alatta, hogy minden helyzetben, az életének minden pontján bele tudom kapaszkodni a hitbe, és a hitet választotta, és nem pedig a... Tehát a döntések sorozatában mindig a hit mellett. Hát, hogy a hit mellett ki tudott tartani. Meggyőződés a hite mellett mindig ki tudott tartani, és mindig a hit szerinti helyes döntést tudta választani, akár milyen árat is kellett ezért fizetni. Ugye így mondja, hogy miért keserítitek a lelkemet, én megyek Jeruzsálembe, és az életem sem, a lelkem sem túl drága, csak hogy a futásomat elvégezhessem. Tehát azt mondja, hogy meg kell hallom, de amit rám bízott az Isten, azt végig akarom vinni. Ez, egyébként ez az a mentalitás, amiről azt mondja az írás, hogy legyőzték a sátánt, ugye, a beállani vérebizonságtól, és nem kimélték az életüket, mint halálig. Mert sokszor az van, hogy az embernek azt kell mondania egy ponton túl, hogy még ha rámegyek is, akkor is tudom, hogy ez a helyes és ez a jó, és nem nézek a veszteséget, hanem azt nézem, hogy ez a helyes és ez a jó. Csak így tud a hazugságból, meg az ördög csapdájából kitörni. Mert az ördög mindig azt rajzolja a szemed elé, hogy micsoda veszteség fog téged érni, hogyha az urat követed. És ezt hajlamosak vagyunk gyakran elhinni. Egy kicsi a bizalmunk Istenben, hogy ő fogja a kezünket, és ezért mi van mégsem. Egyébként nagyon érdekes, hogy az a mustármagnyi hit, mondtam is, amikor mondtad, hogy vajon akkor hol állunk most. Tehát hol áll az egyház, hol állok én, hogyha Jézus azt mondja, hogy ha csak annyi hitetek volna, mint egy mustárma, akkor azt mondanátok például a béna testnek, hogy kelj fel, igen. És az föl kell. Tehát ezt mi ugye azért a hit ajándékára értelmezünk, hiszen Jézus azt mondja, hogy legyen nektek az a hit, ami Istennek van. Isten hitéből egy mustárma, ami képes a legnagyobb dolgokat is elvégezni. Ez a hit ajándéka. Isten azért adja, amikor Isten ajándékot adja, a karizmáknak mindig ez a célja. A hit ajándékának is az a célja, hogy a hit ajándékát adja Isten, akkor az adja egy konkrét helyzetben, mert valamiért arra szükség van. De nem csak azért adja, hanem azért is adja, hogy hívogasson. Tehát neked ugye azt mondja, mindenkinek van a hitnek a mértéke, és a mértéke fölött nem szabad bölcselkedni. Tehát egyszerűen nincs rá hitje, akkor az ember ne csinálja. Hanem akkor növekedjen, de nem ok arra, hogy ne csinálja, csak arra, hogy növekednie kell a hitben. És amikor a hit ajándékát megadja Isten, akkor az a te hiteden, a hited mértékén össze túlmutat. De mégis ad neked egy tapasztalatot, és ezzel csábít téged arra, hogy növekedj ezen a területen, hogy az birtokba vett, hogy ez ne csak ajándékképpen legyen meg neked, hanem a hit mértékét már kiterjezd, a hit mértékét egészen odáig, a vacsora elvezetett, és akkor ad egy másikat, és akkor hív téged, és csábít téged arra, hogy akkor indulj el, és akkor ezt tedd, mert látod, hogy van ilyen. Tehát tudod, hogy megtörtént, akkor megtörtént újra, és megtörtént újra, és megtörtént újra, és minél többször történik meg az életedben, annál integránsabb részévé válik a hitelnek. Tehát amikor először meggyógyul egy beteg az imádra, akkor az egy nagy dolog, de amikor aztán a harmadik, a negyedik, az ötödik is meggyógyul, akkor a tizedik, a tizenkettedikre már sokkal nagyobb hited lesz, mert tudod, hogy ez működik. Tehát ez így megy. A nyelveken szólás is így van, hogy sokan épp csak annyira jutnak, hogy valami kis pár szótagot ki tudnak mondani, de minél többet használod, annál inkább a hited részévé válik, és utána nem lesz probléma, bármikor működésbe tudod hozni. Ez így van az összes többi ajándékkal is. Profétálástól kezdve lefelé felfelé, tudománybeszédő, hív az Isten, és hogyha ezt a hited részévé tudod tenni, egyszer, kétszer, háromszor, egyre gyakrabban megtörténik, annál gördülékenyebben megy a történet arról. Tehát ez a mustármagnyi hit is így működik, hogy abban a helyzetben Isten akar valamit cselekedni, megadja rá neked a hitet, hittel kilépsz, megteszed, és a következő napon jönnek az emberek, hogy most is csináld meg, és akkor úgy vagy vele, hogy azért. De hogy Úristen. De a prédikálás is, én emlékszem, hogy először kiálltam a pulpitusra, életemben először prédikáltam gyülekezetben, nagy gyülekezetben, rászállt a Szentlélek, úgy kivágtam azt az 5 percet, vagy 10-et, amit adtak nekem, hogy ihaj, csuhaj, és
Lejöttem a színpadról, és azt mondtam, hogy nem is olyan bonyolul. Rettetett, zaklatott napom volt a munkahelyen, minden, beestem oda, és akkor azt mondták, hogy na most te fogsz prédikálni, kapsz 10 percet prédikálni. Hát fogalmam sem volt sem, felütöttem a Bibliát, egyetlen igen verset találtam ott benne, de az úgy hirtelen szíved ütött, és akkor már mentem is fel, és akkor elkezdtem mondani, és akkor átszállt a Szentlélek, és az úgy kibontotta ezt az egész történetet. És annyira jól sikerült, hogy a következő összejövetelen, nem a két év múlva a következő összejövetelen, azt mondták, hogy most megint te fogsz prédikálni. Akkor mondom, ó, hát megnézd nekem. És felkészültem minden vázat, és ott felmentem a színpadon, ott nyekegtem, mekegtem, minden bajom volt, itt tudom én micsoda. Ez ma már 20 év után nem történne meg velem. Mert van hitem rá, hogyha kiállok, az úgy megnyitja a számat, és bármilyen teljes helyzetben, lovon és trapézon, hátrafelé ülve is tudok prédikálni. De ez azért, mert ezen az úton végig, mert az elején nem így volt. Most is Isten kegyelméből van ez a dolog, de egyszerűen értitek, mit akarok mondani, hogy ami akkor ajándék volt, most már sokkal inkább a lényem része, vagy a személyiségem része. De ez így van, mi bármilyen más területen is lehet megmondani a dolgot. De hát ez a cél. És Isten az ajándékokkal erre hív bennünket, hogy ezt tegyük meg. Van egy olyan ige, ha jól emlékszem, hogy a Jézusról bizonságot tevő lélek, az a profétaság szelleme, ugye? Igen, és a könyvével Krisztusról való bizonságtevő és a profétaság szelleme. Tehát ugye, ahogy bátran beszélünk Krisztusról, az egyfajta profétaság. De komolyan, próbáljátok ki. Amikor beszéltek embereknek az Úrról, és hirdetik az evangéliumot, érzitek, hogy ott működik a Szentlélek, vagy profétálás. Olyanokat mond az ember, olyanok jutnak az eszébe, stb. És olyan, amikor működik a Szentlélek, akkor mi is élvezzük a legjobban. Másik néző, hogy hát te mit... Meg hogy honnan tudod ezt. Én meg csodálkozom, hogy honnan jutott ilyesmi az eszébe. Ez erőteljesen működik a profétálás. És ezért nagyon gyakran a gyülekezetben, amikor összejövünk profétálgatni, ott nem működik úgy, ott csak erőködés meg izzadságszag van, mert nincs igazi tétje a dolognak. Tehát, hogy összejöjjünk és egymás vállát veregessük, hogy milyen jó fiúk vagyunk, azért nem jön a Szentlélek. Tehát gyülekezetben összejövünk, imádkozunk, ezek mind hasznos, imádkozunk egymásért, ez mind hasznos. Csak mondom, hogy ez ilyen belterés, öncélú izé lesz, akkor csak bohóckodás lesz belőle. Nem lesz igaz a profétálás. Kell, hogy tétje legyen. És ezért szoktam azt mondani, hogy vágysz az ajándékokra, nem gyülekezetbe keres, menj a pogányok közé. És ott meg fogod tapasztalni, hogy az ajándékok működnek. A gyülekezetben is működnek. Csak azért mondom, hogy valaki szeretne az ajándékok működését megtapasztalni, hát tegyen bizonyságot, nagyon pogányok közé forduljon. Hát a Szentlélek azért jött, hogy adjon nekünk erőt a tanúságtételre. Hát ez az első számú szolgálat a Szentlélek, hogy ott szolgáljuk, és amikor ott szolgálsz, akkor fogod tapasztalni az Úr a tudománybeszédét, bölcsességbeszédét, hitelt, csodatevő ajándékot, akármit indít téged az Úr, és csodák tudnak működni. És aztán azt be lehet hozni a gyülekezetbe is, persze. Én még mindig azért imádkozom, hogy olyan bizonyságot tegyünk, hogy csak annyit kell mondani, hogy kövesd az Urat. És akkor így, mint ahogy Jézus mondta, hogy ez volt a legrövidebb bizonyság, hogy kövesse engem. Hát igen. De az a jó bizonyság, amikor tényleg elkezdett beszélni, és érzed, hogy az Úr megtölti ezt a szívedet, meg a szádat üzenettel. Ha mondod, és akkor tudod, hogy nem én vagyok fontos, hanem az Úr csak használ egy eszköz vagyok az Úr számára, az Úr szól ehhez az emberhez, és hívja. És ugyan akadályt emel a kározatának az útjába, és lehetőséget ad neki, hogy megforduljon és megtérjen. Ó, de csodálatos pillanatok ezek. Jó dolgok. A legszebb. Jó, kérdés. Örökít élet. Köszönöm, másodszor mondjad. Örökít élet, akkor minden ember odáll, és akkor ott ezek a többiek is? Szóval mindenki hall mindent? Hát az, hogy mindenki hall-e mindent, azt nem tudom megmondani, nem tudom neked igét idézni ezzel kapcsolatban. Ilyen igék vannak, hogy mindenek leplezetlenek azelőtt, akiről mi szólunk, meg és így tovább. Tehát biztos, hogy közted és az Isten közti viszonylatban nem lesz semmilyen titok. De hát most sincs. A szívek és mesék vizsgálója az Úr. Az, hogy ez mennyire lesz itt a nyilvánosságra téve, és hogy ki háztetőkről kihirdetve ez a dolog, erre én nem találtam értelmű választ, hogy lesz, mint lesz.
De minden esetre, ha nem szeretnéd, tehát olyasmit gondolsz és csinálsz, hogy nem szeretnéd, hogy a többiek tudjanak, akkor az a legjobb úton vagy abban az irányban, hogy... Most kell abban. Hát, ezért vagy az írás, hogy a világosság fiai vagyunk, a világosságban járunk, a világosság létrehozza a közösséget és a közösséget. Ez a második. Két nagy dolog van, ami az embert alkalmassá tesz az eljövendő világra. Az egyik a megigazolás, és a megigazolás így működik, hogy Ádám bűne Krisztuson és Krisztus igazsága a hívő. Ez a megigazolás. A másik nagy dolog az a megszentelődés. És a megszentelődésről viszont, hogy az írás mindig közösségben beszél. De soha nem hivatkozik az írás úgy, hogy szent, hanem mindig azt mondja, hogy szentek, meg a szentek gyülekezete. Tehát úgy tűnik, hogy önmagában az ember nem szentelődik meg, hanem a közösség az, amiben megszentelődik, és éppen a közösség az, ami megszentelődik. Tehát a világosságban járunk, közösségünkben egymással, és Jézus vére megszentel. Tehát a közösségben kell legyünk egymással ahhoz, hogy megszentelődjük. Ez felette nagy titok, ez meg én majd egy külön bibliaiskolán, de úgy tűnik nekem, hogy megigazolni lehet közösség nélkül, de megszentelődni nem lehet közösségnek. Ezért is fontos, hogy gyertek el, ne csak az interneten nézzétek az adást. Itt. Hát igen. Na most ez a másik gondolkodatom, ami van kérdés, kérdezzétek meg, hogy tekintettel itten arra, hogy rengeteg adminisztratív, meg mindenféle teendőink lesznek, és a végére is értünk nagyjából azok ítéletnek, bár ez a téma nagy, és még sok mindent lehetne mondani. Most nem lennének kedden biblioiskolák, hanem akkor gondolom a házi csoport azért fog működni keddenként, és ezért mindegyik ötöknek azt ajánlom, hogy akkor gyertek csütörtökön, hogy a másik fontos téma az imádkozás. Tehát akkor ez most az utolsó összejövetelünk, és akkor húsvétig itt szünetelni fogunk, aztán húsvét után majd újra gomboljuk a kabátot, úgyhogy legyen egész pontosan a dolog. Egyébként, ha van olyan téma, amire kíváncsiak vagytok, amiről szívesen hallanátok, stb. Akkor bátran írjátok meg, vagy mondjátok el, hogy küldjetek e-mailt, vagy valami ilyesmi. Megfontolom, pillanatilag az a terv, hogy húsvét után akkor folytatnák az evangéliumoknak a rózsát. Még egy kérdés, csak áthallottam, hogy Arnold Fruchtenbaum testvérünk nem sokára meg fog bennünket látogatni, ez igaz? Igen, tárgyalunk róla, hogy június hónapon eljön Magyarországra, és akkor az egyik összejövetelen tartanák egy egész napos rendezvényt. Ővel annyit kell tudni, hogy egy lengyel születésű zsidó ember, aki rabbi családból származik, ő is rabbinak szánták, de megtért és megismerte az Urat, és az egyik legeredetibb tanítóm a Krisztus testében. Pontosan azért, mert a műveltsége okán olyan, tehát neki az evangélium egy zsidó evangélium. Ugye nekünk pogányoknak mi nem látjuk benne meg azokat a finom dolgokat, amik ő tud, mert ugye a Talmudra, Misnára, mindenfélére megtanították, és hát egyszerűen, amikor ő olvassa az Új Szövetséget, akkor egy egészen másfajta kultúrkincsből merít, ami sokkal közelebb áll ahhoz a kultúrához, amiben az evangélium született, mint a mi jó kis római, meg latin, meg görög, meg pogány kultúrán. Úgyhogy, és tényleg van is ajándéka, rendkívül eredeti tanító. Én azt tudom mondani, hogy rám személyesen ő nagyon nagy hatással volt is, van is, nagyobban, nagyságrenden nagyobban, mint akár Derek Prince. Még egy dolog, a média tele van Barnabás evangéliumával, most mindenhol lesz lehet, nem tudom, hogy hallottál-e róla. Igen. Csak azért, hogy a néhány szót mondanál, mert már... Hát a Barnabás evangélium az egy olyan apokrif irat, amit ugye nem sorolnak a szorosan az evangéliumok közé. Hát ugye a 27 könyvből álló szövetségi kánon úgy keletkezett, hogy már nagyon korán voltak hamisítványok, ugye Pál maga is akkor gondoltak a Tesszalonika levélre, hogy aláírja minden levelemnek ez az ismertető jele, így írók, stb. Mert hamisították Pál leveleit, ugye azt mondja, hogy se nekünk tulajdonított levéllel, ne hagyjátok magatokat megháborítani, mintha az Úrnak napja már megjött, stb. Tehát már Pál idejében is hamisították a leveleit, és később is nagyon fontos volt, hogy a hamisítványokat az eredetiekről megkülönböztessék, és így alakult ki az Új Szövetségi kánon, mert az egyház ugye kénytelen volt megvizsgálni és elismerni azt, hogy na, ezek eredetiek, ez valóban az apostoli, ez valóban ez a hiteles apostoli tanítás, mert ezek hiteles levelek, valóban azok írták, akkor ott és annak is úgy, ahogy ezért. Hát így kiválogatták azokat a leveleket, amiket hitelesnek tekintenek, és az összes többit pedig apokrifnek nyilvánították. Az apokrifek között van olyan, ami nem is tart igényt, különösebben isteni tekintélyre, van olyan, ami isteni tekintélyre
tartana igényt, de hát belső vagy külső bizonyítékok alapján egyértelműen meg lehet állapítani, hogy nem az írta, vagy nem abban a formában írta, amelyiket állít, nem úgy volt, stb. Tehát, hogy világosan látható, hogy ez egy ilyen, hát hogy mondjam, befolyásolási kísérlet eredménye. Van olyan, ami nem is lép fel azzal az igénnyel, hogy szentírási tekintélye legyen, hanem egy irodalmi mű, kicsit úgy, mint a Dante isteni színjátéka, vagy mit tudom, az ember tragédiai madárs, hogy foglalkozik ezekkel a filozófikus kérdésekkel, de nem igényli azt, hogy, hogy ilyen legyen. Most van a más evangéliumát, én így közelről nem ismerem, de nem tudom, mit tartalmaz, de legyetek teljes békességben, az a Biblia, ami a kezetekben van, az teljesen tökéletesen tükrözi az apostoli tanítást, úgyhogy minden benne van, ami Pál maga mondja, hogy üdvözültök is által, ha megtartjátok, ami én beszélnél, én azt nektek hirdettem. Hogy Pál mit hirdetett, ezek a levelek autentikusak, még a legelszántabb ateisták, meg biblia kritikusok sem mondták soha kétségbe, hogy Pál leveleit Pál írta. Jó, aztán előkerült a Júdás evangélium. A Júdás evangélium az egy tipikusan zsidó vitairat, amiben azt próbálták megmagyarázni, hogy Júdás nem is árulta Jézus, vagy egy magasabb cél érdekében árulta. Ő volt az igazi tanítvány, és a 11 volt a balek, aki nem volt beavatva. Tehát ezek nyilvánvalóan teljes mértékben ellentmondanak a Szentírásnak. Rengeteg apokrifa, mindenféle apokalipszisek, evangéliumok sorjáznak jobbra-balra, előre-hátra, ezeket el kell felejteni. Ami biztos, az az, ami a Szentírásban nem van írva, és meg véletlenül kellett ezt a munkát elvégezni a korai egyháznak, pontosan azért, mert rengeteg tévtanítás és hamisítvány körözött már akkor is. Az állítások szerint egyébként iszlám behatása van Barnabás evangéliumában, és Jézus prófétaként szerepel benne. Nem, hanem ahogy az iszlám követői szeretik azokat az iratokat, amik a Koránnak a verzióját erősítik Jézusról, hogy a Korán tagadja azt, hogy Jézus meghalt volna a kereszten, a Korán tagadja azt, hogy Isten fia lenne, stb. Stb. És minden olyan apokrif irat, ami valami ebbe az irányba mutat, és ezt erősíti, annak ők nyilván örülnek, mert azt gondolja, hogy így a bizonyíték, hogy hát Mohamednek volt igaza, és a keresztények tévednek. Ez történik. Hát ez szépen jó, de mi meg fordítva gondoljuk. Azt gondoljuk, hogy Mohamed tévedett, de mondjátok meg nekik, mert közömbéli fognak. Tehát például Allahról azt mondani, hogy, hogy Allahnak fia van, ez ugyanolyan Isten kállalás, mint Korán tégetni, mert ezért gyorsan megköveznek, hogyha ezt egy muzulmán közegbe elengeded. Jött egy ember és mondta, hogy hát ő muzulmán mindig szokta azt mondani, hogy hát Allah fia. Jézus, mondom, azért tudjad, hogy ez halálos bűn. Egy muzulmán szemében. Talán itt Európában nem ölnek meg érte, de ha ezt úgy az ő vidékükön, a nők, az urak, terjeszted, akkor azért tudjad, hogy nem beszél népszerűen különösebb. Jó van, van-e még kérdése? Ha nincsen, akkor köszönöm a részvételt, és ahogy akkor mondtam is, most szünetelünk húsvétig, és aztán utána, ha az úr is akarányi és éltet, és valami más fejlemény nem lesz, akkor folytatni fogjuk az evangéliumoknak a tanulmányozását.